400 forint. A vásárlás mellett termékkóstolásra is volt lehetősége annak, aki ellátogatott a Tamásiban megrendezett közfoglalkoztatási kiállításra. A város járásából 9 település képviseltette magát a termékbőrzén, amelyet 9 évvel ezelőtt hívott életre Tamási város önkormányzata. A cél az volt annak idején, hogy a közfoglalkoztatási programot, start közmunkaprogramot működtető önkormányzatok bemutatkozhassanak, bemutassák azokat a helyben készült, helyi alapanyagból előállított termékeiket, amelyeket a program keretében előállítanak. Ezek sok esetben példaértékű dolgok voltak. A közfoglalkoztatottak száma az utóbbi néhány évben országos szinten a töredékére csökkent. Ez mutatkozik Tamásiban is, ahol jelenleg nagy részt a virágkertészetben foglalkoztatják az embereket. Ez a görbe Fürget településen is lefelé ível, ott jelenleg 50-60 fő között mozog a program keretein belül dolgozók száma. A hagyományos termékek mellett elhoztuk a varrodai termékeinket, és itt örömmel jelezhetem, hogy akik ezeket a termékeket készítették, ők már elhelyezkedtek az elsődleges munkaerőpiacon. Mindenképpen fontosnak tartottam, hogy köszönhető a közmunkának, köszönhető annak, hogy ők mindig példamutatóan dolgoztak, fölvették az összes varrodistámat, és nagyon örülök annak, és ez egy ilyen záró bemutat, amit hoztunk termékeket, mint a táskákat, mint pedig a munkásruhát, hogy jövőre melyen nem fogunk jelentkezni. Az előző években pályázati forrásból megvalósított közfoglalkoztatási kiállítás Tamásiban idén szerényebb körülmények között, de sikerrel zárult.